emberiség környezetre gyakorolt hatásáról lesz szó, és hát mindjárt egy elég bonyolult és láthatatlan témát vetnék fel, nevezetesen azt, hogy az ember milyen hatást gyakorol a környezetében a légkörre. És ugye az emberi tevékenységnek a légkörre gyakorolt hatását ma már a légkör összetételében tudjuk tetten érni. És a légkör az egy hatalmas természeti rendszer, itt a légkör fő vagy alkotói szerepelnek ugye milliárd tonnában, és hát látjuk, hogy ez egy hatalmas közeg, illetve érezzük is, és tudjuk. És ezen a rendszeren az ember néhány évtized, vagy egy-két évszázad alatt óriási mértékű változást tudott elérni. Ha megnézzük a második oszlopban azokat a számokat, százalékokat, ami a változás mértékét fejezi ki, hogy az ipari forradalom kezdete óta ebben a hatalmas rendszerben milyen mértékű változást tudunk elérni, az ijesztő. Tehát amikor azt látjuk, hogy már a légköri oxigén mennyiségét, amelyből rengeteg volt a légkörben, és amely ugye több mint 300 millió éve változatlan mennyiségben volt jelen, azt a szén, hatalmas mennyiségű szén elégetésével érthető módon már tudtuk csökkenteni, tehát már kimutatható mértékben csökkent az oxigén mennyisége. Hát attól azért még nem kell félni, hogy meg elfogy a levegőnk, legalábbis ilyen értelemben, de ez figyelemre méltó, hogy az oxigénhez is már hozzá tudtunk férni. Ugye a legtöbbet a széndioxidról beszélünk mostanában itt az éghajlatváltozás kapcsán. A széndioxid mennyiségében is sikerült már több mint 40%-os változást elérni. De beszélhetnék az ózonról is, amely 300 millió évig volt változatlan, amíg az ember meg nem jelent, és mindjárt 4%-kal csökkent a koncentrációja három évtized emberi tevékenységének a következmények. Ezek a gázok, amelyek itt fel vannak ebben a táblázatban tüntetve, nem véletlenül és öncélúan vannak a légkörben, hanem mindegyiknek megvan a maga funkciója. Hát ezeket nyilván tudjuk, az oxigénnek a funkcióját, azt ugye minnyájan tudjuk, hogy ugye mi a szerepe az élő világban, illetve Földön, de az összes többinek is megvan az a szerepe, amely a földi életet lehetővé és tolerálhatóvá, vagy ember számára elfogadhatóvá teszi. A széndioxid ugye az a üvegházhatású gázként azt a hőmérsékletet biztosítja számunkra, amelyet itt a Földön megszoktunk, és amely a üvegházhatású gázok nélkül éppen 33 fokkal lenne átlagban hidegebb, mint amit megtapasztalhatunk. Tehát gyakorlatilag élhetetlen lenne a Föld ezek nélkül, a nyomanyagok nélkül. Most ezek a változások hatalmasak, és mondjuk csak a széndioxidra gondoljuk, erre a plusz 43%-ra. Hogyha bármilyen környezeti, látható környezeti elem ilyen mértékben változna, ennyi idő alatt azon megérnénk. Ha mondjuk a Himalája a 8 vagy 9 kilométeres magasságról mondjuk 13 kilométeresre nőne 100 év alatt, ezt ugye látnánk és éreznénk, és ezt az emberi tevékenységnek tudnánk be, akkor azért úgy megérnénk, hogy ennek akkor mi lesz a vége és következménye. A légkör olyan szempontból különleges, hogy ezeket a gázokat nem látjuk. Tehát legfeljebb elhihetjük egymásnak vagy a tudósoknak azt, hogy ezek a változások bekövetkeznek, természetesen ezeknek az okait nagyon jól tudjuk, de nem látjuk. És ezért nem félünk annyira tőle, de ha bármi más környezeti tényező, amit látunk, ilyen mértékben változna, ilyen rövid idő alatt, akkor az biztos, hogy pánikot okozna az emberek között, hiszen abban a pillanatban hát nem tudnánk, hogy ugye mi lenne. Ugyanúgy, amikor az ózon réteg hirtelen 80-as évek elején felfedezték az ózon lyukat, akkor bizony tudományos körökben pánik tört ki, hogy ennek hol lesz a vége, hol fog megállni, és hogy vajon milyen következményei lesznek ennek erre az emberiségnek. Tehát ez óriási, elképesztő az a hatás, amit az ember a természetre gyakorol, és hát ezek közül a legnagyobb hatást a legkisebb földi szférára, a légkörre gyakorolja. Na most, ami ugrunk egy nagyot, tehát azt mondtuk, hogy a légkörnek az összetevői nem véletlenül vannak ott, azoknak minden funkciója van, és ha ilyen mértékű változás következik be a mennyiségükben, akkor annak következménye kell, hogy legyen. Most a következményeket szintén nem olyan könnyű észrevenni és megfigyelni, hiszen a Föld az egy kaotikus rendszer, az időjárás az egy, ugye amúgy is rendelkezik mindenféle kilengéssel, szélsőségekkel. Ezekben a változást észrevenni nem annyira könnyű, meg van még egy tényező, ez egy nagy tehetetlenségű rendszer, ami azt jelenti, hogy ha változás hatás éri, arra nem rögtön reagál, hanem annak van egy
idő állandója, van egy késleltetése, így nem azonnal érzékeljük a hatást. És ebből adódóan az ember már csak olyan, hogy akkor kételkedik, és akkor, ha nem látja rögtön a hatást, a légkörben bekövetkező változások közvetlen hatását, akkor nem hiszi el azt, hogy van ok-okozati összefüggés, és nem hiszi el azt, hogy ez a változás eredményezhet más komolyabb változást is. De vannak olyan régiói a Földnek, az úgynevezett Kanárika bányában, ugye annak idején a bányászok kanárikat vittek le a bányába magukkal, és letették maguk mellé, és amikor a kanári elhallgatott, akkor pucolás volt, ha lehetett, mert akkor hát valami súlytólég robbanásra lehetett számítani. Ez még a műszeres világ előtt volt, de valójában minden rendszernek vannak olyan érzékenyebb részei, amelyek hamarabb és jobban, láthatóban reagálnak bizonyos változásokra, mint a rendszer egésze. És a Földön, a Föld rendszerében ilyen a jégnek, főleg az északi sarkvidéknek a jege, tenger jege, az ilyen, ami ezekre a változásokra legelőször reagál. És hogyha a tengeri jég állapotára nézünk, ehhez még különösebb tudomány sem kell, ma már a műholdak korában ezt egyszerű felvételek összehasonlításával meg tudjuk tenni, szépen megszámoljuk a fehér pixeleket a geostacionárius műholdnak a felvételén, megnézzük, hogy mekkora a jég kiterjedése, és ha ezt elvégezzük, akkor azt látjuk, hogy itt 3 évtized alatt a jégnek a mennyisége, kiterjedése az 40%-kal csökkent. Tehát éppen annyival csökkent, amennyivel mondjuk láttuk a széndioxid mennyisége a Földön változott. Ez nem közvetlen összefüggés jelent, de óriási mértékű változásnak lehetünk a sarkvidéken tanulni. És hogyha a vastagságát nézzük ennek a jégnek, ez 6 méter vastag több éves jég volt, több évtizedes jég volt a sarkvidéken, ma már csak másfél vagy kevesebb, mint másfél méterre zsugorodott a vastagsága, tehát elképesztő ütemben fogy a jég. És a jég az északi félgőn, itt az Európa számára az a légkondicionálót jelenti nyáron, tehát az a földi légkondicionáló a jég. Ha van jég a sarkon, akkor elviselhetőbb a mérsékelt égőben a klíma, ha kevesebb jég van, vagy elfogy a jég, akkor bizony, hogy ennek következményeként azért kellemetlenebb, mérsékelt égőben kellemetlenebb időjárásra számíthatunk a nyári időszakban. Hát ez a légkondicionáló jelentem elromlott már, vagy romlik folyamatosan, és ugye ennek, ami itt a mi éghajlati övünkön a már ugyancsak látható jele, és érezhető jele, egy emberöltő alatt bekövetkező változásokról van szó, az a hőhullámoknak, a hőhullámok gyakoriságának a növekedése, amely a 90-es évekig bezárólag ilyen anekdotaszerű esemény volt, tehát egy évtizedben egy-két napot fordult elő, és mindenki arról beszélt, mert az annyira különleges eseménynek számított. Aztán eljöttek a 90-es évek, ezek meteorológiai hőmérsékleti adatok alapján definiált, ugyanolyan kritériumrendszer szerint definiált paraméterekről beszélünk. Eljöttek a 90-es évek, és a 90-es években mindjárt 35 ilyen hőségnapot sikerült abszolválnunk. A 2000-es évek, tehát a 21. század első évtizedében 51 hőségnap volt, és most ebben az évtizedben 61 hőségnapnál tartunk, úgyhogy nincs vége az évtizednek. Tehát valószínűleg azért a 80 az esélyes, hogy ebben az évtizedben meg lesz, de ha nincs szerencsénk, akkor lehet, hogy a 100. Most a hőségnapról azt kell tudni, hogy az már közvetlenül az emberi egészséget és hogy tűrőképességet alaposan próbára teszi. Tehát ez a 27 fok fölötti középhőmérsékletű napot jelenti, amikor aludni se lehet, semmit nem lehet, létezni se lehet, csak sziesztázni legfeljebb. Tehát és hát ugye nagyon sokakat megvisel, és közvetlen következményekkel jár bizonyos csoportok számára, tehát adott esetben komoly egészségi kockázatot is jelent. Na és ezek után, tehát itt szándékosan nem megyek bele részletekbe, tehát van egy nagy változás a légkör összetételében, ami óriási mértékű, és több száz millió éve, vagy több százezer éve stabil rendszereknek a változásáról van szó. Vannak a következmények, vannak a nagyon jól látható, vagy az érezhető következmények, és vannak olyanok, és itt csatolunk ugye a társadalom,
számukra, akiknél ezek az információk, ezek a tények vagy bizonyítékok, ezek nem érik el az inger küszöböt, és most ez különös aktualitást ad ennek itt az elmúlt napok, hetek történése, ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a elnökének a döntése, illetve hát ottani az amerikaiak hozzáállása. Ez egy korábbi közvéleménykutatás, amely eleve értelmetlen, tehát természeti törvényről közvéleménykutatást tartani az már önmagában abszurd. Tehát a kérdések azok voltak, hogy az emberiség hozzájárul a globális felmelegedés, ez a kérdés, választható lehetőség, a globális felmelegedéshez nem járul hozzá az emberiség, és a föld klímája nem melegszik, ez is választható opció volt. Tehát erre is lehetett szavazni, és ha nem tudja, az egy becsületes dolog természetesen, mert az ugye az emberi tudatlanságot erősíti, de alapjában véve, és itt még a pártállás is szerint is, hogy Amerikában ez a két fő párt szimpátia létezik, és itt a republikánus, illetve a demokrata szavazók közötti megoszlás is nagyon jól látszik, tehát hogy mennyire a természettudomány, az sajnos mennyire nem objektív tudomány, mert azok az eredmények, megfigyelések, tények, azok semmit nem számítanak adott körben, és egyáltalán ez teljes mértékben egy társadalmi csoport, vagy egy ország, meg a politikusok is negligálni tudják. Ez olyan, mint a gravitációról népszavazást tartanánk, vagy itt most játszanánk, hogy akkor kiszavaz arra, hogy leesik ez a földre, vagy nem. Lehet szavazni arra, hogy nem esik le, de hát valószínűleg az a fizika erősebb lesz, mint itt a többség akarata vagy véleménye. Hát most ebben a helyzetben vagyunk, hogy vannak olyan tények, amelyeket elég nehéz megkérdőjelezni, az, hogy az ember milyen mértékű hatást gyakorol a környezetre, annak milyen következményei, már mérhető következményei vannak, és van egyfajta hárítás, amely pedig azt mondja, hogy ez nem is létezik. És itt nyilván az emberi felelősség, és nagyon sok kérdés felmerül, hiszen itt főleg nem is a jelen állapotról, hanem a jövőről, a jövő generációiról, illetve a föld jövőbeni lehetősége, élhetőségéről van elsősorban szó. Tehát, hogy ezt a ma generációja pillanatnyi érdekek mentén hogy tudja kezelni vagy negligálni, ez a nagy kérdés, és itt kapcsolódik ez a társadalomtudományokhoz. És hát ugye befejezésül talán még egy rövid megjegyzést szeretnék ehhez hozzátenni, hogy óriási a felelőssége az embernek abban, hogy hogyan tudja a nem pontosan ismert és jövőben természetesen kiszámíthatatlan változásokat a jelenben kezelni, és hogyan tudja ennek a jelen érdekeit alárendelni. A tudománynak egyébként nem tett jót ez a fene nagy információszabadság, és főleg az internet nem, mert az interneten korlát nélkül a legnagyobb blödségek is teljes publicitást kapnak, és az egyszerű emberek nem tudnak eligazodni az információk áradatában, és az áltudományok, illetve azok a manipulált tudományok, én ezt már nem is áltudománynak nevezem, amelyek bizonyos politikai, gazdasági érdekeket szolgálnak, ezeknek a terjedése az gyakorlatilag megállíthatatlan. Tehát a tudomány számára, a természettudományok számára szerintem az internet az inkább átok, mint áldás, mert ugyan kinyíltak a lehetőségek az információ szerzésre és közlésre, de másoknak is. Tehát az a kontroll elveszett, ami azért korábban, azért egy könyvet nem lehetett, egy tudományos könyvet nem lehetett akárkinek megjelentetni, annak súlya volt. Most az internetre akárki, akármilyen marhaságot feltölthet, és hogyha azt elég látványosan és elég jó marketinggel teszi, akkor azt igen komoly követői akadnak, és nagyon sokan elhiszik. Tehát a gravitációt ki lehet kapcsolni, meg mindent lehet csinálni, és erről irtózatos blödségeket lehet tudománynak látszó módon megjelentetni. És az éghajlatváltozás az egy ilyen téma, ami elég bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint amit látszik, és ezért elképesztő blödségek vannak, és nyilván ezek nem is mindig szándék nélküliek,
Tehát ez a zavarkeltés, a homályosítás, az kiváló terepe az internetnek, és nem is ez nem a dark web, hanem ez a normál interneten elérhető információk elképesztő káoszt tudnak a fejekben okozni. Miközben ez egy viszonylag nem egyszerű, de egy viszonylag jól definiált természettudományos jelenségről beszélünk, amelynek tudományos módszerekkel lehet és kell vizsgálni, de ma erről mindenkinek van véleménye. Ez felsorakozott a futball, meg az időjárás szintjére. Mindenki tud az éghajlatváltozásról valamit, és valamit olvasott, és valami biztos információval rendelkezik. Úgyhogy én, hát ez lenne a vita indítom, hogy hát erről mi a véleményünk, illetve hát majd a többieknek a véleményét is várom. Köszönöm, hogy meghallgattak.